Heute ist besonders reger Krieg. Az Obedi-Láp olyan természetvédelmi egység, amelyet még 1874-ben nyilvánítottak védett övezeté, alig két évvel a Yellowstone Park után. Egyedi növény- és állatvilága folytán azonban nagyobb hazai és nemzetközi elismertséget érdemelne. Erre újabban irányulnak törekvések. Trudimo se zaista da ovo prirodno dobro sačuvamo, promovišemo ne samo u domaćoj, već i u stranoj javnosti i da joj obezbedimo sigurnu budućnost. A Vajdaság erdei közvállalata megvalósított profit jelentős részét természetvédelmi célokra fordítja. Emellett további forrásokra is pályázik. Nem vagyok híve annak, hogy konzerváljunk valamit, ami élő. Tehát a természetet nem lehet konzerválni, úgy az élővilágot, úgy a növényvilágot. Természetesen szakmailag segíteni kell ahhoz, hogy megmaradjon az alapformájában, és visszakapja, megőrizze, és hosszabb időn megtartja, tehát a természetes formáját, alakját, összetételét, úgy a növényi, mint az állatvilágban. Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke szerint az Obedi-láp olyan természeti kincs, amelyet nem örökségként kaptunk elődeinktől, hanem csupán megőrzésre. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindenkinek kötelessége megtenni mindent annak érdekében, hogy az érték megmaradjon és revitalizálódjon. Ebben a tekintetben fontos az együttműködés a parlament, a kormány, a titkárságok, a közvállalat között. A Vajdaság erdei közvállalat az Európai Unió alapjainál eddig három projekttel pályázott. Közülük egyet már megvalósítottak.